Hello, mindenki, látszik, hogy pedig itt a Sims 430. része. Előző részben említettem, hogy szeretnék még több pénzt keresni. Ezt megkezdtem. Szóval, ha jól tudom, Emmának megint... Aha. Ez lesz az eszke nekünk most. Na, Björn, hagyjál minket békén. Ó, oh, banyek! Szóval... Hú, ez valami gyógyszeres. Vladislaus Hardware. Handiness Comedy. Az igen. Comedy level-lel hogy állunk? Azt hiszem az azért megvan neki. Level 6. Probléma megoldva. Erre megyünk. Oké, Travis hazaért, Dina hazaért. Jó. Travisnek, hát először zuhanyazzal le. Emma is, ó, Clement Frost pont most. Te is zuhanyazzál le. Aztán megnézzük még milyen kaja van. Konkrétan semmi. Szóval Dina sütni kell, mert sütni kell. Azt hiszem... Big, 9-es szinten vagyunk, ja. Szóval most már nem sokáig kell, kell sütögetnünk, annyi a lényeg. Aha. Jó. Akkor Emma... Tuesday. Hogyan van? Tuesday ez a kett. Ó, oh, Dinának meg majd a karizma szintjét kell. Videójátékozni kell, jó. Daniel, teszed le most! Mondjuk ezt meg kitakaríthatod, ha szeretnéd. Jó. Oké. Tappancs miért? Jó. Oké. Nagyon jó, akkor ezt is... Nem! Daniel, dobd le! Mert mondjuk ez kizárólag csak a szemétbe mehet, szóval... Mindegy, engedjük el, ezt most én majd kidobom. Úgy. Mi a bajod? Hova szeretnéd? Most komolyan a tiszta ruhákat lerakod a földre?
Jó, akkor... Do laundry. Kénytelen vagyok még egyszer kimosni. Oké. Okay. Rendben. Dina süt, főz. Hányas szinten vagy a baking-el? 82%. Ez vajon meg lesz? Minden esetre utána elhetsz egyet, megengedem. Nyolcvannégy, egyre jobb. Na? Tényleg bennek mi kell, hogy előléptessék? Workout az complete, jó. Amúgy ő mikor lesz öreg? Nem sokára öreg lesz. 13 napon belül. Travis egy picit fiatalabb, mint Emma, de mindegy. Egyél. Oké, okay, level up meg volt. Ebből egy él. Jó. Utána pedig egy kis karizmát kell növelnünk Dinával. Jó. Na, egyél már valamit. De most mi bajuk van? Ja, hogy ez... Ben, majd légy szíves, nézd át. Oké, okay, nagyon fáradt. Ne, Ben, ne, ne, ne! Mindegy. Amúgy befejezted már a kaját, vagy még nem? Ezt visszarakjuk a hűtőbe. Jó. Karizma most megy feljebb, a baking meg 89-es szinten van. Aha, mindent értek. Karizma az 9. Elmész 15-ig, aztán lefeküdhetsz aludni, Dina. Megengedem! Jó, most kénytelen vagy itt lezuhanyozni, és utána mehetsz aludni, Travis. Jó, mindjárt megvan, mindjárt mehetsz aludni. Ja, előtte Wash Laundry. 15, 16% már megvan. Jó, aludjál bent, te mi a... Aludjál rendesen. Oké. Okay.
Travis, te holnap mész dolgozni? Mész dolgozni. Jó. Viszont mindegy, ezt nem csináltuk meg teljesen. Ki fog először felkelni? Talán Dina? Nem, ő Emma. Emma vagy Dániel. Erre a kettőre tippelek. Emma volt az. Oké, megnyerted, hogy átragd a szárítóba a cuccokat, és utána ehetsz csak. Ja. Ezt megeheted. És akkor... délután 7-kor lesz ez a meghallgatás, ha minden igaz. Reméljük. Ezt még fel kellene tölteni. Ja. Ezt még meg kellene szárítani, mert különben nem megyünk sokra, csak átraktuk. Jaj, most nem megfelelő minőségű kaját eszik. Mert hogy ő most ilyen nagy gurmé lett, hogy ilyen híres, meg minden. Így? Daniel, add meg! Nem! Banyek. Nem vettem észre, hogy ott egy tányér. Ó, Emma. Oké. Talán ez lesz a jó. Most komolyan odaültél be? Aha, ezzel még tanul. Oké, Dániel elment az iskolába. Dina, te pedig éhes vagy, nem? Oké. Akármit is jelentsen az. Aha, mind a ketten mennek dolgozni. Egyél ilyet. Emma, neked enned kéne, utána le kéne zuhanyoznod. Dina, te jól vagy? Travis, te menjél? Oké, sure. Akkor munkába menjél, légy szíves. Amúgy mi a jó? Confident? Nem, maradjon csak ott. Work hard, please. És... Dinának is ki kéne adnia. Adnunk ezt, hogy work hard. Jó. Ó, Ben nagyon boldog, de vajon miért? Szeret edzeni ennyire. Meg most kutyával is jól kijön, meg minden. Emma, ezt meg se láttam.
Oké, vihar van. Jaj, Ben... igen, a család inventory-ban vannak a virágok. Meg a növények, vagy akármik. Ben mindjárt megy dolgozni. Jó, apai tanácsadás folyik most éppen nagy valószínűséggel. Amúgy nem megy benne egy óra múlva dolgozni, vagy rosszul láttam, de... Pont nem látom, hogy mennyire van szarul higiéniával. Na mindegy. Ó, nagyon playful állapotban van Dina. Ez nem van. Mindig keverem a nevüket. Nem tudom miért, de keverem a nevüket. Ben pedig mindjárt megy dolgozni. 3, 2, 1. És becsapott a villám. Ott egy tányér. Oké. Oké, Dániel, nagyon mérges, de miért? Jó, Emma, te egyél valamit. Hát ebből már nem eszünk akkor. Egyél ilyet. Aha. Akkor közben... Aha! Influenza szezon van. És... valaki az egész tánccsapatot megfertőzte, kivéve Bent. Most ilyen játékidő van, és fontos döntést kell hoznia Bennek, hogy menjen ki és táncoljon egyedül, vagy ő is tettesse magát betegnek. Hát táncoljon egyedül. Igen. Ez az. Végül is jól jöttünk ki a dologból, mert egy rajongó lefutott a nézőtérről, és ő is elkezdett táncolni Ben mellett. Jó, és ezzel... Work hard. Ez mi? Aha, fél a villámcsapásoktól. Dinát nem fogják előléptetni. Bent talán előléptetik, de nem vagyok benne teljesen biztos. Travis-t esetleg elő fogják léptetni. Amúgy Dániel hányasom van fitnessből? 8-as, jó. Epic Raps, jó lesz az. Emma! A lakásod árát lemosod a lefolyón. Na jó, azért mondjuk annyira nem veszünk lakást, de értitek a lényeget. Szerintem, legalábbis. Mit csinálok itt kint? Jaj. Ó, na látod, Emma, tappancs legalább hozzájárul a családi kasszához, nem úgy, mint te. Hú, nagyon mérges. Remélem, ebből nem lesz semmi baj.
hogy ő most nagyon mérges. Aha. Playfulnak érzi magát. Jó. Ja. Párszor adjunk Simstagram sztorit hozzá a dolgokhoz. Igen. Öltözz át. Oké, 107 követője van most már. Oké, mindjárt kezdődik a meghallgatás. Á, ez a 120 követő van most már. Százharminckettő. Ez a 144 követője is van már. Jó, és akkor most elkezdünk fogat mosni. Ó, oh, mi csoda? Jaj, ne, Emmának ki tudod ott a telefonszáma. Ezzel az információval a nyilvánosság előtt... Húha! Kéretlen SMS-eket kap. A szemfüles rajongóktól, vagy különben... Ki akarja... Jaj... Nézzük meg a fame infónkat. Public number. Jaj, hogy ezzel vonzottuk be! Aha! Aha, szerintem ez lesz a legjobb. Még párszor mossál fogat. Már csak egyszer fogsz tudni, de mindegy. Ez az! Kódmajom lett! Card Monkey! Nagyon jó! Most 9 szimoleonnal keres többet egy órában, és 47 szimoleont keres óránként. Kapott még 506 szimoleon bónuszt is, és egy hard drive-ot. Oké. Okay. De na, viszont csak 423 szimoleont kapott. Nagyon jó. És Emma elment meghallgatásra. Daniel, menjél enni. Te hol vagy? Aha. Jó, akkor szerintem te is menjél enni. Fusson be. Aj, már megint elfutott tappancs. Hát ezt nem hiszem el. Tappancs, tappancs.
Oké. Jól van, és akkor szerintem most itt lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek. Következő részben továbbra is... Oh, hello, text Mergency. Igen, írt valakinek, de nem írt vissza már több mint egy órája. Írjon neki még egyszer? Jó. Oké. Szóval a következő részben még továbbra is pénzt fogunk gyűjtögetni, reméljük sikerrel járunk. Egy olyan 120 ezer szimoleont össze kellene gyűjtenünk, hogy biztonsággal el tudjunk költözni, és akkor nem az lesz, hogy elköltöztünk, és semmi pénzünk nem lesz. Igaz, mindenki dolgozik ebben a családban, szóval elég hamar vissza tudjuk termelni talán azt az összeget. Szóval, igen. Ó! Select branch for Ben. Bodybuilder vagy professzionális atléta? Hajjaj. Igen. Ha. Legyen ez. Jó, 19, 12 szimolannal kap többet, szóval most már 51 szimolant kap óránként, és még valami történt. Szóval, kapott még 413 szimolan bónuszt, egy pósztert, új ruhákat, sport statisztikákat tud megbeszélni, és tanulmányozni valamit. Jó, azt hiszem ennyi. Jól van. És akkor a következő részben még pénzt fogunk szerezni. Reméljük, sikerül. És remélem, várjátok. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót. Sziasztok!